Hát biztos van, aki örül neki. Nem mennék el, de biztos sokan örülnének neki. Aha. Lehet igényes bóréház is, nem muszáj. Lehetne. Igénytelen hely is. És akkor így meg lenne oldva a kinti lányok helyzet. Hajrá, én azt, hajrá, ezt tudom mondani. Alig várjuk. 25%-os adót fizetnének a lányok, akkor minden akadály eggel hárítva. Az a helyzet, hogy nekem olyan mindegy, hogy lesz-e vagy sem. Kimnél rengeteg sok legény van, öreg legény, ilyen idősebbek. Hát szerintem egy jól menő üzlet. Aki ebbe a vállalkozásba belevál, biztos, hogy meg fog élni. Hát viccnek szánod, akkor elfogadom, de ha komolyan gondolod, akkor elutasítom, mert azért is haragszok, hogy ezek a lányok itt kínálnak a úton. Hát az, hogy nyilvános állatban rendezni. Hát gondolom, hogy vannak olyan emberek, akiknek talán szükség van erre a szolgáltatásra. A nyilvános ház. De viszont így, ahogy most működik itt a környéken, hogy is, ő is mondta, hogy a sal, ez egy bizonyos leégetés, hogy valami így a, nem csak a falura, hanem az egész ország viszonylatban. Nem, de nekem nem fontos. Hát a községnek hozza pénzt, miért ne lehetne? Ja. Hát máma mindenki üzletből él meg egyéből. A kapus lájkabban volt, hogy jönnek az amerikák, minden ugrik, minden, nem? És hoppa maradt, mert amerikata nem megy az utcára. A zsoldos katona. Annak oda helyre hozták. Helyre. Szükség lenne egy ilyenre Kimlén? Kimlén biztos, hogy nem. Nem. És miért nem? Hát mennyi? Hát ha nagyon akarod elintézni a dolgod, akkor kimész az útra, nem? Inkább mindenki szerintem máshova menne úgy volna. Legalábbis a faluban sokan nem mernének venni nappal, vagy nem tudom, hogyan volna ez megoldva. És máshonnan ide járnának, nem? Az előfordulhatna, igen, előbb. Mert azért egy faluhelyen ilyesmi még nem megszokott dolog. Van már egy, nem? Egy már van itt. Nem hát, hanem csak ilyen lazább kicsikét. Hát ha engednének, mennék. A ki nem enged? Hát van aki. Van aki, egyelőre még van. Szerintem mehetne. Lehet, hogy megélne. Na, mondjál valamit te is. Biztos. Szerintem biztos lenne. Lenne vendég, biztos. Szerintem. Éppen tegnap este volt egy riport. A fiúkat is lehet kölcsönözni már, úgyhogy házhoz vinni. Szóval megélne valószínűleg. Ahhoz még pénzforrás kellene, ha nyílna is. Meg egy jó feleség, aki elenged. Sok fiatal munkanélküli van. A szociális segélyből ráérnének egész nap a nyilvános házba lenni, nem? Én javasolom. Hát persze. Én javasolom. A sok fiatal munkanélküli ráérne egész. A szociális segélyből a polgármester hivatal biztosítaná a pénzt. Hát jó, hát... Nem volna rossz megoldás, jár. Ja, rossz mire? Megoldás, jár. Már nyilvános hátra, ugye? Ja. De mire lenne megoldás? Már nem volna rossz megoldás, na, arra. Nem kéne kimenni a útra oda, ugye? Másik kérdés, ugye? Hát nyilvános háza kapcsolatban. Hát az volna az egy gondom, hogy nem én üzemeltetném. Hát semmi gond nem volna belőle, sőt, mi több. Hát ilyen jó fiúk, mint egy pára, nehetett örülni. Kik járnának? Helybéliek, vagy pedig inkább máshonnan? Tudjuk én is. Attól függ az, hogy mennyi, hogy tángál. Hogy tángálna a mama, érted? Hát ezt a sticikkel kellene megbeszélni.